Köszöntöm Önöket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Árvíz 2024. Lőrinc Ágnes helyi lakos osztotta meg stábunkkal a jelenlegi árvízhelyzettel kapcsolatos saját tapasztalatait. Pilisi parkerdő. Az árvíz elleni védekezésbe a Pilisi parkerdő szakemberei is bekapcsolódtak. NAV. Salgó Attilát, a Pest vármegyei Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét kérdeztük a titkos bankkártya terminállal való visszaélésekről. Lőrinc Ágnes helyi lakos osztotta meg stábunkkal a jelenlegi árvízhelyzettel kapcsolatos saját tapasztalatait, aki önszántából és elhivatottságából fakadóan is kiveszi a részét a védekezésben. Szentendre és környéke vészhelyzeti információk Árvíz 2024 néven létrehozott Facebook oldalán folyamatosan informálja a lakosságot a jelenlegi helyzettel kapcsolatos minden fontos tudnivalóról. Ágnes beszámolt stábunknak a többi közt arról, hogy a kialakult helyzetben óriási összefogást tapasztal az egész Dunakanyarban. Igazából szombat óta, meg előtti napoktól csörög a telefon folyamatosan, és akkor így azt gondoltam, hogy jó, hát ennyi információ jön be hozzám, akkor ezt ugye tovább is adom, és akkor egy kicsit ilyen logisztikai központtá váltam az elmúlt napokban, ami számomra azért is volt nagyon jó, hogy egyrészt én is nagyon sok segítséget kaptam, kettő, meg hogy egy kicsit a saját kis aggódásomról is tereltem a figyelmet nap, mint nap, hogy így tudtam segíteni sok mindenkinek, meg egy kicsit így a szervezettséget támasztottam. A város is rengeteget igyekszik ebben, nagyon jól működnek, nagyon sok önkéntes jön hozzánk másik városból, vidéki városokból. Amúgy ez egy nagyon furcsa tény is, hogy így látod, hogy ide hozzánk utaznak messziről azért, hogy segíthessenek. Tehát azért azt gondolom, hogy ilyenkor nyilván a szürke hétköznapok után egy ilyen alkalom, akkor nagyon-nagyon meglátszik, hogy és meg tud mutatkozni, hogy azért egy nagyon összetartó város is vagyunk, illetve nagyon szeretnek minket, mint Szentendrét is, illetve az egész Dunakanyarban hihetetlen összefogás van. Ágnes elmondta, mindenki nagyon bízik benne, hogy a víz valóban nem lépi majd át a 2013-ban mért szintet. Nyilván látod a vizet, nap mint nap imádkozol, hogy a 2013-ast ne lépje túl. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem. Nyilván itt hosszú apadás lesz, Ausztriában még a hó majd most fog olvadni, szóval ezek az nem annyira jók, és nem annyira bizalomgerjesztők. Szeptember 18-án tegnap Szentendréről és a környékről folyamatosan érkeztek a lakosok, egyetemisták, középiskolások a városi szolgáltató telephelyére homokzsákokat tölteni. Ezzel mindenki tisztában van, és ugye nagyon, akik itt vásárolnak ingatlant, azért itt nagyon szeretnek lakni, és nagyon szeretik azt a természet közelséget, amit ad ez nap, mint nap. Hát igen, ilyenkor elfogadott tény, és azt gondolom, hogy van ennek egy szakmai protokollja. Ebben is már egyre okosabb lesz, így, hogy benne vagyok, hogy van azért egy szakmai protokoll, ami alapján az első a városvédése, és majd utána a második lépcsőben van az, hogy akik önkéntesen vásároltak árvízvédelmi területen ingatlan, azoknak a megvédése. Nyilván itt azért egyben mindenki ugyanúgy védve van, rengeteg homokzsákot kaptunk. Nyilván volt egy folyamat, amit először kicsit aggályosan nézte mindenki, hogy nem lesz elég homok, nem lesz elég zsák, de nyilván mindenki arra törekedett, hogy jusson mindenkinek. Mondom, vannak, akik tapasztaltak, és nem az első árvíznél, ők már teljesen még jobban viselik ezt számomra. Amúgy, ami nagyon, hát ilyen mélységesen így érzett, hogy úristen, mekkora hatalma van a víznek, amikor mondjuk a mobilgát mellett mész, és fölötted van a kikötő. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezek a részek azok, amit így fizikálisan is nehéz azt, hogy úristen, mennyire nagy dolog, hogy az a mobilgát minket így megvéd, és hogy a további dolgoktól is. Nyilván itt a szigeten is nagyon sok veszélyforrás van. Tehát, hogy azért itt még van, de bizakodó mindenki. Ugye volt a fő a VSZRT-nél, a Szabadkai utcán volt az egyik főbázis, vagy hát az a főbázis, ahol rengeteg homokzsákot töltöttek, és onnan hordták széllyel az egész városba, illetve voltak homokdepók, és akkor onnan lehetett még homokot vinni, zsákolni, ugye kaptunk zsákokat is.
rengeteg ember volt. Tehát, hogyha például még képeket így nézeget az ember így vissza így az online felületeken, és mondjuk megnézi a VSZRT-nél is, hogy mennyi ember dolgozott ott, hány fiatal, hány idős, tehát, hogy mindenki. Szóval hihetetlen összefogás volt, ugye rengeteg önkéntes szervek is, tehát, és ugye nagyon sok vállalkozásnak is kellett segíteni, úgy a szigeten, úgy, mint erről az oldalról. Hihetetlen összefogás volt. Ágnes megosztott a stábunkkal, hogy országszerte érkeztek önkéntesek a térségbe. Nyíregyházáról, több balatoni településről, de még budapesti cégek is csatlakoztak a zsákoláshoz, akik csapatépítő program részeként voltak jelen. Igen, és hát vannak az online dolgoknak hátrányai, meg előnyei. Nekem, én azt mondom, hogy most azért ez az online kommunikáció rengeteget gyorsít. Aha, igen. Tehát, hogy nagyon gyorsan jönnek az információk, nagyon gyorsan tudod továbbadni, nagyon gyorsan tudod célzottan az egészet összefogni. Szóval, hogy azért ebben van segítség is ebben, nyilván mindenki nézi is, és akkor gyorsabban megy a kommunikáció. Én azt gondolom, hogy itt most ezt előnyét élveztük. Szeptember 19-e csütörtök reggel 8 órától, szeptember 22-e vasárnap éjfélig tartó, éjjel-nappal működő készenléti ügyeleti munkára várják önkéntesek jelentkezését, valamint figyelő szolgálatra, melynek tagjai a védműveket ellenőrzik. Most ugye szerveződik, ma 8 órától van szerveződés az éjjel-nappali ügyeletre, illetve a védő a gát védésére. És akkor itt ügyfélszolgálaton lehet jelentkezni, és akkor beosztások vannak, hogy mindenki melyik területet kapja, kivel lesz párban. Ez egy nagyon fontos része most, meg nagyon-nagyon nagy türelemmel, nyilván a 11-es útunk nagyon le van terhelve, borzasztó sok, lassan tudsz haladni, sok az ember rajta, tehát hogy így ugye az elkerülő utak vannak, lezárások vannak, tehát hogy nagyon nagy türelemnek kell lenni, és illetve az, hogy megjelennek belvizek, tehát már megjelennek belvizek, nem nagyon megijedni, inkább szólni, és akkor figyelni, a szomszédokat figyelni, hogy nála mi van. Tehát inkább ez most egy ilyen figyelő időszak jön, és akkor amikor látjuk, hogy még további homokzsák rétegeket kell a gátakra hordani, akkor hordani, vinni. Szóval, hogy most egy ilyen rész következik az életünkben. Az éjjel-nappali ügyeletre jelentkezni egyebek mellett az ügyfélszolgálat 0626 300 407-es telefonszámon lehet a nullás melléken. A bázis a Dunakorzó 18-as szám. Illetve szombatra és vasárnapra ételfelajánlásokat várnak 30 főnek. Annak, aki ételfelajánlást visz, szabad bejárása lesz a Péter Pál utcai lezárásnál. Az Árvízvédelmi Operatív Törzs szerda esti ülésén döntés született arról, hogy szeptember 19-én ma déltől az árvízi védekezés miatt a rendészet lezárja a gépjármű és kerékpáros forgalom elől a teljes Dunakorzót. Tájékoztatnak a város hivatalos oldalán. Az Ady Endre úton a 11-es főútig várakozni és megállni tilos. Ez azt jelenti, a lezárás feloldásáig a zeneiskolát és az agytanodát is csak gyalogosan lehet megközelíteni. A Fehérház vonalánál tovább gyalogosok nem mehetnek, tehát északról nem, csak délről lesz megközelíthető a terület, azok számára is, akik a DMH-nál az árvízvédelmi bázis ellátásában közreműködnek. A Bolgár utcai parkolónál tovább autóval nem lehet majd közlekedni, illetve ott lesz lehetőségük parkolni azoknak, akiknek feltétlenül tovább kell menniük a korzó irányába. Márki Miklós alezredes, a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság parancsnoka megerősítette. A személyi állomány mellett szükség esetén technikai eszközökkel is segítik a védekezést. Egy idős hölgy egyedül maradt házának emeletén a Papszigeten. Tegnap tette közzé Facebook oldalán a Pest vármegyei kutató-mentő szolgálat, ahogy éppen egy 92 éves nénit látogatnak meg a Szentendrei ártéren. Éva néni házának alsó szintjét már elöntötte a víz. A hölgy kutyájával az emeletre szorult, de lejönni nem tud onnan. A Pest vármegyei kutató-mentő szolgálat vállalta, hogy a Szentendrei Családsegítő Szolgálat embereivel naponta kétszer meglátogatják őt az otthonában. A videón jól látszik, hogy létrával mentek fel az emeletre, hogy néhány szót váltsanak Éva nénivel.
Az elmúlt napok előrejelzése alapján rendkívüli árhullám vonul végig hazánkban. Az árvíz elleni védekezésbe a pilisi parkerdő szakemberei is bekapcsolódtak, hogy a katasztrófavédelemmel és az önkormányzatokkal karöltve tudjanak segítséget nyújtani a vészhelyzet során. A ma reggel készült telefonos interjúnkban Mészáros Péter arról beszélt, milyen változások történnek a pilisi parkerdő mindennapjaiban, és mire érdemes figyelniük azoknak, akik esetleg az erdőbe látogatnak. Hát nyilván ebben az időszakban azt gondolom, hogy aki csak teheti, az megpróbál valahogy segíteni itt azokon a településeken, illetve a lakosságon, akik itt az árvíz miatt valamiféle, hát ugye ez a csorbát szenvednek például mondjuk a közlekedésben. De azt tudjuk, hogy itt a Dunakanyarban most már Pilismarót, illetve Dömös térségében, illetve Visegrádon azért vannak útlezárások itt a 11-es úton. Úgyhogy ennek megfelelően a pilisi parkerdő is lépett, és az erdészeti útjait megnyitotta. Elsősorban azért, hogy ezeknek a településeknek az ellátása, a veszélyhelyzetben történő járműveknek a haladása, tehát nyilván a lakosság munkába jutása az megtörténhessen. Úgyhogy ez volt az első lépés, amit megtettünk, és emellett természetesen kollégáink terepjárókkal, erdészeti szállítójárművekkel ott vannak a gáton, segítenek, zsákolnak, ha kell, hoznak, visznek. Úgyhogy valóban most egy segítségnyújtás az, ami az első. Mi Pilismaróton kezdtük meg legelőször a segítségnyújtást, ott a mai napig is dolgoznak kollégáink, aztán utána Szigetmonostorral vezényeltünk egy kisebb csapatot, Dunabogdányban is ott vannak a kollégáink. Úgyhogy elsősorban ugye ez a harci feladat, hogy segítsük itt a településeket, akár a homokzsákolással, akár, mint mondtam, a szállítással, anyagmozgatással. És hát természetesen azért, hogy itt az útjainkat azért nyitottunk meg, hogy, mint említettem, itt az ellátáshoz zavartalan legyen. Ezzel kapcsolatban viszont egy kéréssel fordultunk a természetjárók, erdőjárók felé. Ugye ezeken az utakon, ahol megnyitottuk a forgalmat, ott nyilván ugye nem a hagyományos forgalom várható, tehát nem csak erdészeti autók vagy szállítójárművek mennek végig, hanem más járművek is. Úgyhogy arra kértük őket, hogy, és ezt szeretnénk kérni a rádióhallgatókat is, hogy most aki kerékpározna, kerékpárral edzene ezeken az utakon, az most ne tegye ezeket az utakat, most kerülje el. Ezek balesetvédelmi okok miatt kérjük őket. Az árvízi védekezés során bevett gyakorlat, hogy a települések megközelíthetőségének biztosítása érdekében a lezárt erdei utakat megnyitják, tudtuk meg a szóvivőtől. Így történt ez a 2013-as árvíz idején is, amikor a vízhelyzeti protokoll szerint járt el a hatóság. Az ártéri erdőkben olyan fafajok élnek, amelyek természetes módon alkalmazkodnak a víz általi időszakos elöntéshez, így jól viselik ezt a helyzetet. Az erdei állatok azonban jóval kevésbé örülnek az árvíznek. De nyilván azért a természet gondoskodik saját magáról, tehát ilyenkor az állatok nyilván elmozdulnak, arrébb mennek, megkeresik a száraz helyet. Nekünk embereknek ilyenkor az a feladatunk, hogy hát odafigyeljünk ezekre a változásokra. Nyilván itt a vad, hogyha mozog, akkor arra is figyeljünk oda, hiszen azért mondjuk szarvasbőgés is van, tehát azért emellett sem mehetünk el, hogy azért a közutakon továbbra is figyelni kell. Ez mondjuk nem csak az árterületre vonatkozik, hanem minden erdőn áthaladó közútra. Az erdészeti utakon való közlekedés nem engedélyezett mindenki számára. Ezek az utak elsősorban a szakemberek és a mentésben résztvevő hatóságok számára vannak fenntartva. A lakosság számára általában zárva maradnak. Úgy nyitottuk meg ezeket az erdészeti utakat, hogy elsősorban nyílt a veszélyhelyzetben segítséget nyújtó járművek, az ellátás segítő járművek, illetve a helyi lakosok, illetve a helyben munkát végzők, munkavállalók számára, tehát ők közlekedhetnek rajta. Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy hát nyilván ismerjük a katasztrófa turizmus fogalmát, hogy ezt most ne ezeken az utakon keresztül bonyolítsák le, ez azért komoly problémákat okozhat, mert azért ezek nem olyan szélesek, mint a közutak. Tehát itt nagyjából ugye egy jármű szélességűek az erdészeti útjaink, korlátozott rajtuk ugye a sebesség is, tehát 30 km/h. Nem most kell elindulni megnézni a Dunakanyart, én azt gondolom. Bár a Pilis azon területei, amelyeket közvetlenül nem érint az árvíz, továbbra is látogathatók, Mészáros Péter felhívta a figyelmet az esőzések okozta veszélyhelyzetekre, amelyekre a túrázóknak érdemes odafigyelniük.
Nincsen más lezárt területünk, tehát itt elsősorban ugye azok a zárvíz alatt lévő területekre kérjük, hogy ne menjen senki, de hát nyilván ki fog oda menni kirándulni most jelenleg, ahol ilyen problémás helyzet alakult ki, de a hegyvidéki területeinken továbbra is járhatóak a turistautak. Nyilván az elmúlt napok esőzése nyomán azért kell némi sárra számítani, de oda bátran lehet menni túrázni, de mondjuk jelenleg egy rámszakadékot nem biztos, hogy ajánlanék mindenkinek. Titkos bankkártya terminállal próbálta eltitkolni bevételét egy vállalkozó. A szálláshely szolgáltatónál a termék értékesítések jellemzően feketén történtek. A vásárlásokat a nyugta számla helyett mindössze a terminál nyomtatta hőpapír igazolta. A témában Salgó Attilát, a Pest vármegyei Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét kérdeztük. A sajtóreferens elmondta, hogy nyáron egy cég által bejelentett Magyar Hitelintézetnél vezetett bankszámla adatai nem egyeztek a bankkártya termináljából származó vásárlást rögzítő igazolás adataival. Ezért egyértelmű volt, hogy a vállalkozásnak van egy másik, az adóhivatali nyilvántartásban nem szereplő bankszámlája is. Hát egy elég érdekes módszerrel, de szerencsére még ritka módszerrel találkoztak a revizoraink szintén ebben a fent említett nyári időszakban. Egy szálláshely szolgáltatónál figyeltek fel arra, hogy a vásárlásokat nyugta és számláját mindössze egy ilyen terminál nyomtatta papír igazolta. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a terminálhoz külföldön vezetett pénzforgalmi számla kapcsolódik, melynek adatai szerint a számlán jelentős pénzforgalom volt. A kollégák utána néztek, és a cég által bejelentett bankszámla nem egyezett meg a bankkártya terminálból származó adatokkal, tehát ebből nyilvánvaló volt, hogy a vállalkozásnak van egy másik bankszámlaszáma, amire nem lát rá az adóhivatal, hiszen mi sem látunk mindent. Az ellenőrzés során kiderült, hogy ez a terminálhoz külföldön vezettek egy pénzforgalmi számlát, aminek adatai alapján itt jelentős pénzek fordultak meg ezen a számlán. A cég képviselője szerint a jóváírások áruértékesítéshez kapcsolódtak, de ezekről számlát, nyugtát nem állítottak ki. Sem a forgalmazott áruk beszerzéséről, sem az eladásokról nem voltak bizonylatok. A cég képviselője úgy nyilatkozott, hogy a jóváírások az áruértékesítéshez kapcsolódtak, de ezekről ugye számlát, nyugtát nem tudott bemutatni, tehát magyarul ő vett egy árut, amit nem tudjuk, hogy honnan vett, eladta valakinek, amiről nem adott számlát, tehát itt több láncolat, több eleme is hibás volt. A vállalkozás a NAV jogkövetési vizsgálatának hatására módosította társasági adó bevallását és áfa bevallását is, és feltüntette a napvilágra került összegeket. Azonban a termékek beszerzését nem tudta igazolni, vagyis igazolatlan eredetű árut forgalmazott. A vállalkozás ennek a jogkövetési vizsgálatnak hatására módosította a társasági adóbevallását, áfa bevallását, és feltüntette a napvilágra került összegeket, tehát magyarul önellenőrzést nyújtott be, és korrigálta, amit lehetett. A NAV feltárt jogsértés alapján összesen csaknem 2 millió forintnyi mulasztási bírságot szabott ki, és a számvitel rendjének megsértése miatt feljelentést is tett. De mivel a termékek beszerzését nem tudta igazolni, hát egy igazolatlan eredetű árut forgalmazott, ezért a szabályozásnak megfelelően nem csak 2 millió forintnyi mulasztási bírságot szabott ki a NAV, hanem feljelentéssel is kellett élnie. Salgó Attila elmondta, a NAV kockázatelemzés alapján elég nagy adatmennyiségből választja ki az ellenőrzésre szánt cégeket, magánszemélyeket, hiszen az online számlarendszer, az e-álfa rendszer és minden egyéb adat, ami befolyik a NAV-nál, jóval leegyszerűsíti, megkönnyíti a kockázatelemzés lehetőségét, és így csak azokat az adózókat igyekeznek kiválasztani, akiknél valami eltérést tapasztalnak. Már több mint 150 helyen kellett kikapcsolnia az áramot az E.ON-nak, tájékoztatta szerkesztőségünket az áramszolgáltató sajtóközleményében.
A kikapcsolásokra az emberek életének és vagyonának megóvása miatt van szükség. A Dunántúl Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető E.ON Hungária csoport is részt vesz az árvízi védekezésben. Ahol a magas vízállás indokolja, biztonsági okokból az érintett hatóságokkal egyeztetve azonnal kikapcsolják az áramot. A Dunántúl Pest vármegye és Budapest áramhálózatának üzemeltetéséért felelős vállalatcsoport szakembereinek az árvíz által veszélyeztetett települések szinte mindegyikén be kellett avatkoznia. A többi között Kisoroszlyban, Nagymaroson, Szentendrén, Budakalászon és Budapest több területében is. Az energiacég folyamatosan kapcsolatban áll az árvízi védekezést irányító hatóságokkal és a helyi önkormányzatokkal. Velük együttműködve vesznek részt a krízis helyzet kezelésében. Az érintett területeken az E.ON egészen addig biztosítja az áramellátást, ameddig az biztonságosan megtehető vészhelyzet esetén azonban azonnal kikapcsolják a szolgáltatást. Az E.ON az ár levonulásának ütemét is folyamatosan figyeli majd, a krízis helyzet megszűnését követően pedig a lehető leghamarabb újraindítja az áramellátást az érintett területeken. Végül a várható időjárásról. Pénteken is sok napsütésre készülhetünk, jelentéktelen zápor legfeljebb nyugaton fordulhat elő. Északon, északkeleten is a Dunántúl déli, délnyugati részén időként megélénkülhet a keleties szél. Hajnalra 8 és 14, a szélvédett völgyekben 5-7 fokig csökken a hőmérséklet, majd napközben 21-26 fokig melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer, röviden. Az árvízhelyzettel kapcsolatos saját tapasztalatait osztotta meg stábunkkal Lőrinc Ágnes helyi lakos. Az árvíz elleni védekezésbe a pilisi parkerdő szakemberei is bekapcsolódtak. A Pest vármegyei Nemzeti Adó és Vámhivatal sajtóreferensét Salgó Attilát kérdeztük a titkos bankkártya terminállal való visszaélésekről. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk, melyben vendégünk Halász Dóri, a Jóféle hely tulajdonosa volt. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvszentendrén. Megtalálhatók vagyunk közösségi oldalakon, csatlakozzanak hozzánk ott is, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Megtisztelő figyelmüket köszönöm a munkatársaim nevében is, viszontlátásra!